A mai videóban arra gondoltam, hogy tovább lépkedhetünk a Penhaligon parfümjei között, ismét benésülve. A Penhaligon egy angol nis ház, akik nis parfümöket készítenek. Az angol királyi család használja az illatukat, Diana hercegnőnek a kedvenc parfümje az tőlük volt, és most arra gondoltam, hogy nézzük meg, mennyire jó, vagy mennyire nem jó a Juniper Sling a Penhaligon-tól. Ha felmerül benned a kérdés, hogy miért van nálam ez a kicsike és nem a nagy, azért, mert egyenlőre egyetlen egy olyan illatot találtam a Penhaligon-tól, ami nekem nagyon tetszett. Arról megkapjátok majd itt a linket az előző videókból. A Halfeti brilliáns, nagyon-nagyon jó illat, és nekem eddig az az egy olyan parfüm, ami belopta magát a szívembe a Penhaligon-tól. Hallottam pozitív, illetve elég sok negatív dolgot a Juniper Slingről. Hozzáteszem, ez nem férfi, nem nő, ez egy unisex illat. Tehát nyilván, hogyha unisex illatnak van valami eladva, akkor valami nem fog bejönni az egyik, illetve a másik félnek. És ez mindig így van. Ki fogom próbálni akkor, hajrá! Igen, annyi, hogyha a Penhaligon-tól fogtok rendelni parfüm mintát, és ilyeneket, akkor tudjátok, hogy nem pumpás feljelenik és csöpögtetős szarra, úgyhogy ezt most nem fogom itt külön kicsöpögtetni, úgyhogy hajrá, csukló. Ez mondjuk az én orromnak elsőre egyáltalán nem unisex, az egy férfi illat. Nagyon is férfias. Igen, szóval így nagyon sok alkalommal halljuk, illetve nagyon sok alkalommal olvasunk parfümökről, amelyeket ugye tényleg szó szerint ilyen aranymetszés szintjén be tudunk állítani, tényleg teljesen unisex illatnak. Ez persze a realitás szintjén nem mozog így, tehát abszolút nem, nincs olyan, hogy teljesen unisex illat. Egyik irányba, másik irányba így is úgyis el fog menni a parfüm. Vagy végleg, vagy csak ugye, ahogy változik és folyamatosan lebomlik az illat. Na most, ami a legdurvább a parfümjeikben, és ezt elfelejtettem mondani a Halfetivel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem agresszívek. Teljesen, tökéletesen működnek office illatként is, nagyon közelülnek a bőrhöz. Menet közben kicsit locsoltam a kézfejemre is, hogy hagy száradjon, és hogy legyen kicsit intenzívebb az illata, ugyanis annyira nagyon nem erős, tehát úgymond egy kis negatívum az illatban, hogy annyira nem fogja az arcadat letépni, már ez valakinek negatívum. Van egy kis citrusos, még ilyen aromás kezdés a parfümnek. Most eltett már egy olyan jó 5 vagy 10 perc, de az a gond a parfümmel nekem, hogy egyszerűen, ha nem vagyok közel ahhoz a helyhez, ahova felfújtam a parfümet, nem érzem. Tehát én szerintem egy parfüm akkor működik brilliánsan, és nagyon-nagyon jó, hogyha körbelengi a viselőjét. És szerintem kell egy intenzív projekció egy nagyon jó parfümnek, főleg, hogy a nisházról beszélünk, és ugye el kellene érte több 10 000 forintot. Hát nekem nagyon nem. Nekem egyáltalán nem adja. Sőt, tehát ez egy gyenge illat. Tehát tipikusan én kifejezetten egy érett nőt tudok elképzelni, aki ezt az illatot tudja viselni. Tehát nagyon-nagyon halvány a parfüm. Nagyon, tehát tényleg olyan, mint egy lehellet. És kellemes egyébként, mert amikor megérzed, biztos, hogy nagy melegben nagyon jól működik az illat. De nem lesz olyan erős projekciója, mint amit szerintem egy nis háztól elvárna az ember a parfüm áráért cserében. Engem ez sokkolt. Tehát jelen pillanatban, hogyha ezt meg akarjátok rendelni, a 100 millis kiszerelését a Penhaligon oldaláról, nem viszont eladótól, ezért el fognak tőletek kéne durva egy olyan 70 000 forintot megfelelő angol fontot. Szerintem ennyit közelben nem ér a parfüm. Tehát ugye ezen gondolkodtok, hogy meg akarjátok venni vakon, no. Mondjuk én meleg szívvel ezt a parfümet nem ajánlanám, mert az én orromnak, tehát nekem ez semmi. Hogyha ezt a parfümöt valakin meg akarom érezni, egy olyan emberen, aki ezt napi szinten viseli, tuti, hogy ilyen közel kell menjek hozzá, hogy megérezzem. Eléggé fos a projekciója. Ugye az első között, amit szerintem legfelismerhetőbb, ez narancs, tehát citrusféle is van a parfümben, és tehát maga az illat nem rossz, de ez nem tudom másképpen mondani, ez hógyenge. Tehát nekem személy szerint ez a parfüm, a Juniper Sling, ez nekem csalódás. Hogyha szeretitek az ilyen csendes illatokat, és szó szerint ezt komolyan vegyétek, tehát tényleg egy csendes, alig erős a projekciója, de egy ilyen kis gyengéd nyári parfümnek simán el tudom képzelni. De ajánlani én ezt nektek nem fogom, mert szerintem nem éri meg a pénzét. Viszont ha van, aki nem ért velem egyet, írjatok tényleg, kommenteljetek, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, ugyanis ha használjátok már ezt egy ideje, és más véleményen vagytok, győzzetek meg, hogy ez egy jó parfüm.
Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy felkeltettem, vagy éppen, hát remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket a Juniper Sling-gel kapcsolatban a Penhaligonstól. Sziasztok!